Egerben 5 napon át tartott az utcazenészek versenye, sok Mercegléden is látott és hallott zenekar igyekezett minél több szavazatot, vagyis like-tallért begyűjteni a közönségtől. A fellépők között pedig ott volt a Ceglédiek által már nagyon jól ismert énekes, gitáros Nagy Barnabás is. Péntektől volt keddig, és minden nap volt mindenkinek egy ilyen kötelező úgynevezett műszak, ami egy 2 óra hosszás blokkot jelent, és akkor azon kívül meg még 2 ilyen blokkot lehetett így szabadon beírni szimpatikus helyszínre. Tehát ez igazából 2 óra volt adott utána, meg amennyit gondolt az ember. A belvárosban egymást rotációs rendszerben váltó előadókat 4 tagú zsűri értékelte. Az 1 millió forintos közönségdíj mellett 2 szakmai díjat is kiosztottak. Az egyiket Nagy Barnabás vehette át. A 90-es főrajzszámot viselő Nagy Barnabás szövegzenéje. Hát látom, hogy megmozdult így a tömeg, úgyhogy Nagy Barnabás érkezik. Barnabás Egerben gyakorlatilag azért indult a megmérettetésen, mert barátnője egri. De a fiatal zenész minden napjai leginkább Budapesten telnek, hiszen több mint 1 éve tagja a kiváló énekeseket felvonultató Budapest Voices csapatának. Én ott vagyok még a Voices-ban, azt csinálom 1000-rel, mellette még van egy fő csapásvonalam, ami egy duó, a zene vagy Papa Velkázin, szépen itt vagyok a próbáján. Vele most vesszük majd fel az első nagylemezünket, ha minden igaz, akkor a jövő héten kezdjük. Mellette meg, ugye csinálom a sulit, ott már most helyeztem a második élet, még van egy jövő évem, meg hát szólóba szoktam eljárni. Például Cegléden is láthatják és hallhatják majd a fiatal zenészt, július közepén lép majd fel egy nemrégiben nyílt pubban.